Sziasztok! A mai videóban sajtortát fogunk készíteni, ha kíváncsiak vagytok, tartsatok velem. 25 dek garam mascarponéra, 10 dek tejfölre, 2 egész tojásra, 10 dek cukorra, 1 teáskanál lisztre, 10 dek darált kekszre és 4 dek garam vajra lesz szükségünk. Elsőként az alapot készítjük el, amihez a vajat megolvasztjuk. Ezt nyugodtan lehet mikróban is végezni, illetve én nem szoktam teljesen olvatra csinálni, csak úgy inkább fölpuhítom az egészet egy nagyon kellemesen kenhető és gyúrható állagúra. És ebbe jöhet bele a darált keksz, amivel egy egynemű morzsát készítek. Gyakorlatilag hasonló lesz, mintha barna cukor lenne. Nagyon fontos, hogy az állaga ennek olyan legyen, amit hogyha összenyomunk, akkor egybe maradjon. Hogyha valaki készített már fürdőbombát, akkor egy ehhez hasonló állagot kell kapnunk. Tehát lehessen formázni, össze lehessen nyomni jó alaposan, de azért ne tocsogjon, hanem egy viszonylag száraz dolog legyen. Ez lesz a tortánk alapja. Ha ezt kész van, jöhet egy kapcsos tortaforma. Én ilyen kicsitben csináltam, ami ugye így kettőnknek jó, mert 4 vagy maximum 6 szelet normál méretű torta jön ki belőle. Nyilván, hogyha normál méretű tortaformában készítitek, akkor duplázni kell minden mennyiséget, de még akár triplázni is lehet szerintem. A tortaformába egy benedvesített sütőpapírt gyűrtem bele elsőként, majd pedig jöhetett bele a kekszes alap. A sütőpapír egyébként csak a kekszes alap miatt kell, láthatjátok, hogy nem akkorát vágtam le, ami az egész falát is befedni a tortaformának. A krém az nem fog odaragadni, teljesen szépen el fog válni a faltól, viszont azért ez a kekszes alap, ez hát hajlamos odaragadni, úgyhogy csak így az aljára szoktam a sütőpapírt használni. Az alapot jó alaposan belenyomkodom a tepsibe, majd jöhet a krém összeállítása. Minden olyan összetevőt, amit még nem használtam fel, tehát a darált keksz és a vaj kivételével minden mást, beleteszek egy tálba, és alaposan elkeverem. Kezdtem, aztán rájöttem, hogy igazából sokkal egyszerűbb habverővel, úgyhogy váltottam. Egyébként egy-egy gyakran fordul elő ilyesmi, hogy új recepteknél nem tudom pontosan, hogy milyen eszközzel lenne jó elkészíteni, de a lényeg, hogy feltaláljuk ilyenkor magunkat a konyhában. Utána a krémünk teljesen egynemű, bele lehet önteni a torta formába rá a kekszes alapra, majd pedig alufóliával körbe kell jó alaposan
bélelni, bugyolálni a tortaformánkat. Ez amiatt fontos, mert ezt a tortát vízfürdőben kell megsütni, tehát látni fogjátok mindjárt, hogy úgy készül el, hogy egy tepsibe bele kell tenni, és a tepsiben víz kell, hogy legyen. Hogyha nagyon hiper, szuper tortaformát használtok, akkor nyilván nem szükséges az alufólia, de én azért a biztonság kedvéért 2 rétegben is bebugyoláltam a kis kapcsos formát. Ezután meheted bele a tepsibe, amiben, mint látjátok, nagyjából a tortaforma egy harmadáig öntöttem vizet. A sütőt egyébként közben már előmelegítettem 180 fokra, majd pedig, amikor betettem a tortát, akkor 150 fokra levettem. Körülbelül 45 percig kell sütni, még krémes és kenhető lesz a krém, de így lesz jó. Ezután pedig hűtőben kell pihentetni valamennyi ideig, ez lehet néhány óra, utána már nagyjából szeletelhető, de a legjobb, hogyha este készítitek el, és akkor reggelre tökéletes lesz. Én a tetejére karamell öntetet öttem, de készítettem már lekvárral is. Remélem elkészítitek, ha így lesz, akkor Instagramon küldjetek róla képet. Köszönöm egyébként, hogy velem tartottatok, remélem tetszett ez a videó, és jó étvágyat! Sziasztok!